kollégák munkács.
festői részei mutatkoznak be, ami másik szempontból pedig egy nagyon rangos, megtisztelő alkalom Bereszán számára, hiszen Vicska György személyében nem csak egy munkás festőművészt tisztelhetünk, hanem az Ukrajnai Művészeti Akadémia festészeti tagozatának az elnökét is egyúttal, tehát egy országos Ukrajnával országos szinten elismert festőművész munkáit, mint ahogy a többi festőművészben sem az egyedi tehetséget ismerjük ki, hanem azt is, hogy ők már a saját tehetségünkön keresztül megpróbálják a nemzedéket tanítani, hiszen Koprömörtől a nem csak nálunk, amíg a kollégájával együtt, hanem egyúttal az Ungvári Művészeti Egyetem tanárai is. Tehát egy folytonosság van a mai napban. Egy harmadik szempont, ami miatt éppen mostan esett a választás, és egyúttal talán egy kicsit zsúfoltnak is tűnik a mai nap, hiszen a főiskola különböző pontjai, különböző rendezvények zajlanak, de nem véletlen, hiszen nagybőti időszakban az nem tudnak rendezni, hogy ma kezdődik a pápa választás, ez biztos. De az igen, hogy ebben az időszakban ugye az ember megpróbál elmélyülni gondolataival, felkészülni a feltámadásra, erre adatik 40 nap, és mi alkalmasabb felkészülni arra, ebben az időszakban, erre az eseményre, mint elgondolkodni mindazon, amit sokan elgondolkodtak, akik a festményeket készítették. Hiszen a festeni valamit, ahhoz kell egy átélés, egy ismeret. Hosszú perc, amit magányban tölt az ember, és amikor megfogalmazódik benne valami belül, azt megpróbálja vászonra vinni úgy, hogy az általa megfogalmazott belső gondolat más számára is valamiféleképpen megjelenjen. Lehet, hogy nem ugyanaz, de ott legyen a gondolat, amit valamilyen más formában más megérez. Tehát egy kiállítás alkalmas erre a lelki felkészülésre, mint ahogy az ilyen elmélyülésre alkalmas a koncert is, ami pont ezután a kiállítás után lesz, és bár nem is szerveztük, de úgy érzem, hogy ez szervesen kapcsolódik a mai naphoz, és ahhoz az eseménysorozathoz, ami elkezdődött egy három héttel ezelőtt. Úgyhogy kívánok mindenkinek, hogy lássák meg azt a mély gondolatot, azt a lelkiséget, ami a képekben rejlik, és ez inspiráljon mindenkiben új gondolatokat, segítse az ő saját egyéni felkészülését is arra, amit oly nagyon várunk, hogy minél hamarabb eljöjjön. Thank you.
hogy elsőként átadjam Tóth István főkonzul üdvözletét, és megköszönjem a Prokultúra Szabkárpátika civil szervezetnek és a háttérben munkálkodó szorgos kezeknek, hogy kezdeményezték és támogatták a mai kiállítás megszületését. Külön köszönet a főiskolának, amely mindvár annyiszor most is otthonkodott a négy munkácsi testvérvész alkotásaiból összeállított kiállításnak. Nem vagyok művészettörténész, ezért a kiállítás szakmai méltatását az illetékesekre hagyom. Azonban magam is nagy tisztelője, csodálója és természetesen, mint az itt megjelentek, élvezője vagyok a művészeteknek. Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy a művészetek egész életünket végig kíséri. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy egy szépen illusztrált mesekönyv milyen ámulatot tudja ejteni már az egész kísérleteket is. A megnyitó előtt végignézve az itt kiállított képeket, szinte azonnal magában ragadott az alkotások szellemi és technikai sokszínűsége. Biztos vagyok benne, hogy a festmények előtt szemlélődve bekövetkezik a csoda, amely csak az ember adománya. A művész lelkének sugárzása utat talál az önök lelkéhez is. Ez az összekapcsolódás a művészek és a művészet alapvető célja. E gondolatok jegyében jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe az itt megnyíló kiállítást. Köszönöm szépen! Most pedig felkérjük Micskó Zoltánt, uralnak kiváló művészét, több nemzetközi fórum díjazottját, hogy a művészet nevében köszöntse a kiállítást. Tisztelt Kondó asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt diákok! Először is köszönetet szeretnék mondani a munkás nevében, hogy itt lehetünk, Dereg megye fővárosában, Dereg százban, történelmi város, óriási történelmi, a kultúrával rendelkező. Azt mondanám, hogy munkás és kárpátalja történelme, és művészete is a kultúrával kapcsolatban, az egy egyetemes magyar kultúrával egyben. Egy nem lehet elszakítani egyiket a másik. Ha valaki volt a feszti, azt hiszem, hogy sokan voltak a feszti körképen, az a három gond, ami van, bejött el a Árpád, az a munkás mellett lévő Lovácska, Gális és a Lövöse. Az akkor, abban az időben feszti Árpád, 14 festőművészen egy fél évig dolgozott munkácsorozatban, Megyánszki László is. Már szeretném mondani, hogy munkás történettel a munkácsi a Magyar Egyetemes Kultúrának és a testvérek a 20. század jelent, én is a 19. én a legnagyobb voltam. Annak köszönetet szeretnék mondani még egyszer, hogy itt lehetünk, és úgy érzem, szerint munkáinkkal beszeretünk gondolni a mai, a volt és az előbb következő generációknak, hogy igen, Kárpátalja a magyar népek kultúrájának, alapja van a kultúrájának, és mindenkinek úgy szeret, úgy beszéltünk az úton, megkértek a fiúk előre, hogy kellene susoljuk ünnepeket kívánni mindenkinek a legjobbakat. És úgy szintén, hogy senki ne felejtse el, hogy kultúra nincs szép nemzet, és nincs nemzet kultúra. Mert eljöttünk, ami megtartja nemzetet, akkor tehát abban benne van a pszichológia, a nemzet, politika, minden abban benne van a művészet. Köszönöm szépen! Ezzel a kiállításnak, vagyis a megnyitónak a hivatalos része véget ér, és mielőtt közelebbről is megtekintenék a képeket, azelőtt meg szeretnék kérni mindenkit, hogy felvegyük.